Mária Magdolna. A címszerepben Maria Grazia Cucinotta, német borbála. Mária, megint beszennyezed magad, hogy csinálják a munkásait? Mit számít ez, Johanna? Nézd ezt az olajat! Mi történt? Sámuel, miért nem vigyáztál? Ne dugd bele a kezed! De Mária is így csinálja! Az igaz, de Mária tud magára vigyázni. Csak egy kis vágás. Semmi baj. Pakoljátok le a zöldséget a pajtába. Így. Az olivásládákhoz virítsétek mindjárt a sajtolót. Amos! Azokat Amos. A borsókat töltsétek meg olajjal, és itassátok meg a jószágot. Biztosan szomjasak az állatok ilyen hosszú út után. Amos! Amos! Tűnj el a szemem elől! Amos, hová mész? Várj! Miért bánsz velem ilyen kegyetlenül? Mit tettem? Mondd meg! Jól van. Ha tudni akarod, elválok tőled. Miért? Ugyan, Mária, makacs vagy. Engedetlen. A földet túrod. Egyszerű asszony vagyok, de szeretlek. Az nem elég. Gyereket akarok. Örököst. Olyan meddő vagy, mint a sivatag. Sikerül majd, az úr áldásával. Átkozott a méhed. Másokat gyógyítasz. Gyógyítsd meg magadat. Boszorkány, benne démonok laknak. Nem maradhatsz a házamban. Ez az én házam. Magdala az apám földje volt. Ne feledd el, mit ígértél neki. Haldoklott. Honnan tudta volna, hogy romlott gyümölcsöt árul? Ezt nem mondott komolyan. Ide jön az írnok, hogy elkészítse az írást. Csomagolj, és készülj, hogy elmenj! Ilyen könnyen azért nem dobsz ki. Itt születtem, ez a föld a hozományom. A házassági szerződéssel az enyém. Az enyém, én művelem. Most már az enyém. Magdalának hamarosan új úrnője lesz. Most már értem. Elrabolja az otthonomat, hogy újra nősüljön. Fiút akarok. Milyen feleség az, aki nem ad örököst a férjének? Ha el kell hagynom a házamat, hová menjek? Szánom ezt a nőt, és nem hagyom cserben. A telházori gazdaságom okirata. Ameddig ott maradsz, szerényen és tisztán élsz. Megkapod a jövedelmeit. A te szülőházad. Disznóul az enyémhez képest. Hálátlan. Hálátlan vagy. Holnap megkapod az írást. Ezt még megbánod. Bármilyen sokáig tart. Meglátod, Mária, új életet teremtesz majd Telházorban. Milyen életet? Itt én voltam a ház úrnője.
Odalent még szolga sem leszek. Hisz még ugyanaz a nő vagy. Tudod, hogy kell megművelni a földet. És gyógyítani is tudsz. Kertet varázsolsz majd a sivatagból. Új otthon teremtesz ott is. Szilvánusz! Mária! Magdala gyönyörű, mint mindig. Hosszú út áll előttünk, és elfogytak a készleteink, úgyhogy be kell szednem Ámosztól az adót. Parancsolj! Vedd csak el! Önként? A katonáid ma éjszaka megalhatnak a folyó mellett. Neked ágyat készítek majd. Mióta fogadod ilyen szívesen a rómaiakat? Ezek az utolsó parancsaim a ház úrnőjeként. Elhagyom Magdalát. Ámosz elvált tőlem. Lehetetlen. Miért? Isten hozott, Szilvánus. Ámosz? Üzleti ügy? Ó, igen. A szokásos dolgok. Itt maradunk. Állítsatok tábort. Gyerünk, siessetek! Gyorsabban, igyekezz! Marcellus, mit művelsz? Ne gondolkozz annyit! Mária, mi jutott eszedbe? Ő megteszi. Rám nézett már néhányszor. Az úr nem engedi. Az úr? És hol van ő ilyenkor? Nem, Mária, ne káromold őt. Kérlek, ne dobd el az életedet. Bízz az úrban. Bosszút akarok. Mária. A törvény mellette áll. A mi törvényünk. Barbárság. Rómában a házassági szerződés birtokjogot ad a nőknek. De Róma sosem áll egy férfi és a felesége közé. Nincs rá szükség. Nem alkalmazhatnánk a római jogot? Fellebbezhetnénk a császárhoz. Római polgár vagy? Nagy kár. Leszolgáltam itt az időmet. Visszamegyek Rómába. Azt reméltem, hogy... Mit reméltél? Hogy segítesz nekem, és... És hozzásegítelek a bosszúhoz. Okos asszony vagy. Azóta akarlak, mióta először megláttalak. Mária, itt a válási tekercs. Késő. Én hagylak el. Hiszen ezt akartad, igaz? Nem tenném, barátom. Még péppé aprítanak. Mi a baj, Ámosz? Talán félsz? Johanna. Rossz látni, hogy ide süllyedtél. Miért? Mert találtam egy férfit, akinek kellek?
ég veled, Sámuel. Vigyázz magadra. Kifelé! Tűnj el a szemem elől, te szajha! Szajha! Kifelé! Fékezd a nyelvedet, Ámosz! Vagy kitépem! Indulás! Menjünk! Silvanus, ez a Jordán. Ez nem a római út. Az utolsó feladat, remélem nem bánod. De mit keresnek? Ott van János! Hová mennek? Ezt fogjuk most kideríteni. Ki mondta, hogy ide jöjjetek? Megkérdeztétek magatoktól? Vagy csak az eljövendőtől féltek? Ismered őt? A félelem nem elég. Nem. De hallottam róla. Ha azt hiszitek, hogy megmerítkezhettek, ahogyan a templomban is. Mit csinál? Prédikál. Gondoljátok meg! A víz nem tisztít meg, ha a gondolataitok tisztátalanok. Lázadó. Nem, a lelkük vizsgálatára tanítja őket. Ezeket a parasztokat? Menjetek! Térjetek meg! Vagy maradjatok velünk! Szállj le! Míg megtisztultok a bűnöktől! Gyónjatok meg! És én megkeresztellek a messiásnak! Meg mi a csodát művel? Megkereszteli őket. Honnan tudsz te erről, Mária? Én is zsidó vagyok. Akkor segíts nekem. Silvanus, Róma prefektusa kíván beszélni veled. Ő küldött hozzám? Igen. De a saját akaratomból jöttem. Mert veszélyben vagy. Miért? A rómaiak zendüléstől félnek. Nem tudják, hogy te csak prédikátor vagy. Azért jöttél, hogy megments? Csak mondd meg, mit válaszoljak nekik. És ők békén hagynak. Megmondhatom, hogy nem vagy boldog vele. Őket nem ez érdekli. De téged ez érdekel. Nem én akartam ezt az életet. A nevem János. Zakariás fia. Maradj itt, és imádkozz velünk. Köszönöm, de más terveztem. A rómaiakkal? Ő gazdag és hatalmas. Sok olyan ember, akit itt látsz, egykor gazdag volt. De valami mást kerestek. És itt megtalálták. Maradj velünk. Ha akarsz. Megvan, amit akarok.
Nos, lázító? Nem, csak egy szónok. Felkelést szét. Ötleteket ad nekik. Bölcselő. Lelkes, de ártalmatlan. Akkor hogyan vonz ilyen tömeget? Nézd meg kiket, bénákat, vakokat, betegeket. Mind csodát remélnek. Megmondom én, hogy ki ez. Egy sarlatán. Nem. Csak éppen hisz abban, amit prédikál. Ne merj hazudni nekem, Mária. Soha. Vésd eszedbe. Marcellus, tölts még egy kis bort. De olyan sokat. Vagy részeg parancsnokunk lesz. Mi bajod van? Semmi. Terhes vagy? Azt hiszem. Azt hittem, hogy meddő vagy. Vagy csak hazudtál? Hogy csapdába egy? Nem. Én is azt hittem. Évekig szenvedtem. Mert azt hittem, sose leszek anya. Ez az oka, hogy Ámosz elvált tőlem. Akkor menj hozzá a kölykével. Nem, a tiéd. Honnan tudod? Vagy ennyire ostobának tartasz? Csöppet sem érdekel, mit csinálsz majd a fattyúddal. Indulunk! Gyerünk! Siessetek! Mozgás! Tiberius. Herodes Antipás újvárosa császárunkról kapta a nevét. Miért nem örülsz? Vagy küldjelek vissza Magdalába? Nemes Vitellius! Hűséges szövetségesünk és a császár barátja. Tiberius kért meg, hogy tolmácsoljam őszinte nagyra becsülését, és bemutassam a kegyet, melyet kaptam. Tiberius császár kegyelméből új királynőm, Heródiás. Igen, nemes Vitellius. Szégyen, ő a bátyja felesége. Egy királyságért, ahogy császárunk megígérte. Ki az? Ez a dinasztia, az a mostani felesége, drágám. Nabatea hercegnője. Meghallgatást! Nabatea követei meghallgatást követelnek. Megsértette a feleségét, a király leányát. Elválik egy hercegnőtől. Miért ne? Mi? Milyen feleség? Arétas király lánya. Nabatea királyáé, a szövetségesedé. Elfelejtettem. Uram, Arétas király még hall erről. Egész nyugodtan. Szegény asszony. Ő sem több, mint puszta vagyontárgy. Szállj le! Silvanus! Ne mozdulj, a parancsnok meglátott. Várj itt, és ne keverj semmi bajt. Nem vagyok a rabszolgád, Silvanus! Igen, parancsnok. Megtudtad, hol van az az állítólagos prófét? Igen. Az ki?
Ő csak egy zsidó szajha. A vége az ünnepségnek, magyarázatot kérek. Mi baj? Hagyj békén, rosszul vagyok! Ha akarod, főzetet készítek a fájdalmadra. Olyat adj, hogy soha többé ne gyötörjön! Fájdalmas, tudom. De hamarosan hozzászoksz. Szerelmes leszel. Férjed lesz. És gyerekeid. Nem akarom! Miért? Nem akarok olyan lenni, mint ő! Ő az anyád? Igen. De gyűlölöm. Nem akarok itt élni. Az igazi apámat akarom. Az én nevem Salome. Te ki vagy? Mária! Megmondtam! Baszorkány! Lelkes bölcselő, mi? Ártalmatlan! Heródes Antipás miért tartja veszélyesnek? Hazudtál nekem, mi? Hogy védd azt a koszos kutyát! Ne! És most kérdőre vonnak engem, hogy mit keres mellettem egy zsidó szajha? Azt hitted, én majd elviszlek Rómába, ugye? Nem tudod, hogy hol a helyed, lotyó? Ez a te bajod! Ez a bajod! Majd én megmutatom, hogy hol a helyed! Nekem megvolt. A tiétek. Na gyere. Nem. Vágni megmutatjuk. Menjünk be. Siess! Mi történt? Rosszul van! Segíts! Itt maradhatsz. Most pihenned kell. A baba? A kisbabám? Elveszítetted. Az élet megy tovább. Majd lesznek mások.
rúgás, mester! Jó oldalt választottál! Ez meg mi? Egy asszony, megfulladt! Gyorsan! Húzzuk ki! Mester! Még él! Nyugalom, nyugalom! Nem bánunk! Megszállott! Démonok laknak benne! Segíts rajta, mester! Üsz ki őket! Engedjétek! Kérlek! Engedjétek! Kérlek! Ne félj tőlünk! Segíteni akarunk! Hallottátok a parancsot? Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vágyjal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követel vele. Ezt is előírták. Aki elbocsátja feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, okot ad neki a házasságtörésre. Hallottátok a parancsot? Szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért. Ha csupán azokat szeretitek, akik szeretnek benneteket, mi lesz a jutalmatok? Utat engedjétek! Engedjétek! Hátra! Mester! Gyere gyorsan, haldoklik a lányom, kérlek! Kérlek, az úrnőm hivat magához. Kérlek, gyere! Te hiszel benne? Ó, igen. Minden férfi hazudik. Ő miért más? Megmentette az életedet. Mit akarsz tőlem? Gyere! Hallgass meg, kérlek! Kérlek, Jézus! Téged mentett meg a názáreti? Igen. Hogy hívnak? Mária. Miért mentett meg? Nem tudom. Valóban betegek egy gyógyító orvosság nélkül? Válaszolj, ne félj tőlem. A rabszolgád szerint igen. Ő egyszerű teremtés. Rettentően babonás. Na és te? Te nem ezért jöttél ide, hogy lásd őt? Meg tudod ezt gyógyítani? Elküldtem érte a lányt, de nem jött. Csak szegényeket gyógyít. Egy királynőhöz nincs elég hatalma. Mi ez? Lepra? Nem. Hát mi? Meg kell gyógyulnom, mielőtt Herodes észreveszi. A király még nem látta ezt? A férfiak. Éjjel azt látják, amit akarnak. A nőknek meg ámítaniuk kell. Nincs más megoldás. Meggyógyítasz? Ha bízol bennem. Ha sikerül meggyógyítanod, annyi vagyont és hatalmat adok neked, amennyit asszony csak kívánhat. Proféták, gyógyítók, ne mutatkozz velük.
Ez a Nazarénus azt állítja, hogy Dávid házából való. Halottakat támaszt föl. Halottakat? Ez nevetséges. Egy rabbi lányát. Hát akkor fogasd el, uram, hallgattasd el. Bár csak ilyen egyszerű lenne, itt a hívők földjén. Akkor... Akkor mi? Mondd el, szerelmem. Mondd el, mit gondolsz. A vágyaidat. Ó, tudtam, hogy eljössz. Már jobban vagyok. Ki az? A füves asszonyom. Szalome tanítója. Milyen finom ujjaid vannak. Voltál már szerelmes? Egy másik életben. Volt férjed? Egyszer. De elveszítetted? Megfizet érte, az biztos. Ó, ennyire gyűlölöd a férfiakat. Nem vagy csúnya. Öreg sem. Lányok, csinosítsátok ki. Gyere ide. Hadd nézelek meg jobban. Most tegyük fel, férfi vagyok. Nem. Ez teljesen rossz. Nem szabad túl könnyen engedned. Végzetes hiba. Ha most azt mondom, gyönyörű vagy, Mária. De tudod, hogy gyönyörű vagy, igaz? Na? Elfordulsz. Menj! Nem, egy nő sosem rohan, hanem siklik. Így már jobb. Ne nézz vissza! Ez csak elárul téged. A férfinak mindig azt kell hinnie, hogy ő teszi meg az első lépést. Látod? Most követlek téged. A férjed, Heródes Antipás közeledik. Gyorsan! A római is vele van. Vitellius? Miért? Nemes Vitellius, parancsolj. Eljött a parancsnok, hogy már is menjen. Kitört a háború Róma ősi ellensége a pártusok ellen. Mars szólít, nemes hölgy. Szánom az ellenségeit, parancsnok. A vereségük elkerülhetetlen. Ez nem ilyen egyszerű. Hallottad a legújabb hírt? Milyen hírt? Arétásztól a Navateusok királyától, Tiberius császárnak. Jóvátételt követel a lányánért sérelemért, vagy háborút indít. Néhány nomád barbár. Hogy remélhetnek győzelmet Róma fölött? Legnemesebb hölgy, ha a nabateusok szövetkeznek a pártusokkal, az mindnyájunkra igen nagy veszélyt hoz. Búcsúztassuk el a parancsnokot valami vidámabb dologgal. Szalome, táncolsz nekünk? Nem. Nem. Bocsáss meg neki, parancsnok. Most beteg.
Hát te ki vagy? Az a dolga, hogy megvédje Salomét. Jól végzi a dolgát. A tánc megvárja visszatértemet. Jó. Hogy merészeltette, szolga? Táncolj, ha azt mondják. De nem akartam táncolni. Hazudott! Szerencsét, hogy megtette. Nos, Szibilla. Talán túl sokat beszélsz. De tudsz csábítani. Te tanítottad nekem. Bennem. Téged lát, Heródiás. Akkor a kedvedre teszek. Gyere! Látod? Különleges vendégetnek tartogatom. Régen gazdag voltam. Igen. És újra az lehet. A szerelem hatalom, Mária. Tanuld meg használni. Hagyd, hogy szeressenek a férfiak. De soha, soha ne szeresd őket. Ez a legfontosabb. De mi? A szerelem luxus. A nőknek tiltott. De a hatalmas férfiak megvetik azt a nőt, aki túl tiszta és egyszerű. Szükséged van szolgálóra. A legjobbat kapod. Zsuzsonnát. Vitellius a leghatalmasabb ember az egész provinciában. Nyerd meg nekem. És kérj, amit akarsz. Nem kell ezt megtenned. Tudom, hogy mit teszek. Nem születtem cselédnek. Az apám herceg volt. Ó, az enyém pedig király. És most rabszolga vagyok. Nekem sem volt könnyű először. De aztán láttam a mestert. És ő felszabadított. Te is dönthetsz. Dönts okosan. Ez János. Elfogták. János, várjatok! Megtaláltad, amit kerestél? Új életet kaptam itt. Tisztelet. Megbecsülés. Ez az, amit akartál. Tovább! Férjed. Nekem nincs férjem. Ámosz, Herodes Antipásnak szállít Magdala raktáraiból. Magdala. El is felejtettem már ezt a nevet. Hiányzol. Különösen Sámuelnek. Vett Ámosz új feleséget?
Igen. Van gyerekük? Nincs. De ne gondolj most már erre. Sokra védted itt, Mária. Csinos vagy. Boldog vagy az új életeddel? Igen. Boldog vagyok itt. De az a Mária, akit ismertél, meghalt. Bárcsak valóban elpusztulna a múlt. Fáj látnom, hogy ennyire gyötrődsz, Mária. Hidd el, az Úr megvigasztalna. Nem tehetek mást, mint elfogadom a kárhozatomat, és beletörődöm. Mária! Mária! Azt ígérted, hogy meggyógyítasz. Nézd! Nézd! Nos, meddig tart még? Már nem sokáig. Bíz bennem. Vigyázz, Mária! Gyógyíts meg, mert véged. Csak ezért vagy itt, el ne felejtsd. Volt már, akit valóban meggyógyítottál? Igen. És velem mi lesz? Meddig kell még rejtőzködnöm? Miért rejtőzködsz? A férjed szeret téged. Szeret? Egy férfi, aki nem tud uralkodni. Gyenge, hogy szembeszálljon, s makacs, hogy engedjen. Nem. El fog válni tőlem. Tervez valamit a hátam mögött. Visszahívta Vitelliust a háborúból, lakomát ad a tiszteletére, de miért? Nem. El akar válni. Elválik, érzem. Visszaveszi az első feleségét, hogy mentse a bőrét. A nabateusok bosszút akarnak. De Róma és Vitellius mellettünk áll. Róma rigyó. Annak fekszik le, aki többet kínál. Mentsek, Mária! Mentsek! Segíts! Nem akarom elveszíteni, amit megszereztem. Miért kell várnunk? Hol a király? Látom, én már nem érdekellek, Vitellius. Mi a baj? Minden vonzerűm elveszett? Bocsáss meg, úrnőm. Gondolataim a csatamezőn járnak, ahonnan Heródes kényszerített ide. De most ünnepelünk parancsnok. Mária! Szórakoztasd Vitelliust. Szeretném tudni, hogyan szórakoztatsz majd? Az attól függ. Akarlak. Ma este. Egy nő testét elvenni nem nehéz feladat. Bárki képes rá. És mi a nehéz feladat? Elvenni az eszét. A szívét. Igen, csábító kihívás. Üdvözöllek, Lucius Vitellius. Vitellia istennő leszármazottja. És köszöntsük lakománkon másik díszvendégünket, aki Babilonból érkezett. Partia nagykövete.
Egy ölelést kérek. Nincs többé ellenség. Béke! 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 Szegény naboteusok. Heródes Antipás a vénróka. Orruk elől halászt el a reménybeli szövetségeseket. Valóban fontos, hogy békét kössünk Babilonnal. Különösen, ha lázadók vannak itt Galileában. Ez hamis hír, Vitellius. Akkor az sem igaz, hogy egy lázítót őrzöl a börtönödben? Ő csak egy sarlatán. Magam szeretném ezt megítélni. Vagy talán titkolsz valamit Róma elől? Szó sincs róla. És jól jönne egy kis mulatság. Tosztot! Igyunk hát a béke isteneire! Csak komédia volt. Heródes bolondot csinált belőle. Elhitette, hogy háborúban állunk a pártusiakkal, de csak Rómának akarta bizonyítani, hogy megőrzi a békét. Tiberiust azonnal értesíteni kell. A leggyorsabb úton megyek Rómába, parancsnok. Indulunk! Siessetek! Aki utoljára ül gyerekbe, nekem felel! Ebből nem hallottál semmit. Szóval legyőzött Heródes. Egész Róma rajtad nevet majd, ha csak a hír el nem éri célját. Mire gondolsz? Valakinek fizetnie kell. És ki legyen az, akit feláldozol? A hírvivő. János. Nézd, drága Vitelliusom, itt van. Látod? Ártalmatlan a mi bolondunk. Ez a kis ember csak akkora zajt. Csak egy eszelős, fecsegő. Hadd halljuk. A vád ellened felkelés, lázítás. Árulás. Mit felelsz erre? Háború. Késő. Épp most kötöttünk békét. Nem hallod? A nabateusok Galilea felé vonulnak. Ki fog akkor az asztalodnál ülni? A rómaiak? A pártusok? Vagy talán a szajháid? Azon a napon, Heródes, egyedül leszel. És mindezt miért? Egy szenvedélyért. Mely nem is létezett. Elküldted törvényes feleségedet. Megsértetted szomszédodat. Ágyadba vitted a bátyád feleségét. De földed hamarosan lángokban áll. Néped rabszolga lesz, és te magad számüzetésben az ágyasoddal. Hogy merészeled? És te, Heródiás, a királyságot hajszolva, fattyúvá változtatod gyermekedet! Meggyalázod az anyaságot! Teljesen elment az eszed! Hazudsz! Bánd meg! Tisztulj meg! Térj meg igazi férjedhez! Megtiltom, hogy beszélj! Jaj, hová vezet ez? Ha nem Izrael véréhez! Vigyetek el! Beszéltem. Vigyétek el! Gyerünk, lódulj! Öld meg. Azt hiszed, te vagy a messiás? Én vízzel keresztelek. A bűnök bocsánatáért. De valaki közöttünk jár. Aki erősebb nálam. Akinek sarusziját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd megkeresztel benneteket.
a szent lélekben és a tűzben! Ó, igazad volt, Herodes. Tiberius is mulatságosnak találja majd. Készítsétek elő az üzletet. Úgy lesz, Amos. Nemes Vitellius. A nevem Amos. Városomban, Magdallában új fürdőt építünk. Aláírnád ezt, uram? Meglátjuk. Talán. Vitellius? Igen. Majd értesítelek. Magdala. Ismered? Akkor te dönts. Ki volt ez? Hitszegő és tolvaj. Igazán? Igen. Róma gyűlöli az árulókat. Megtalálom a módját, hogy tudtára adjam. Elégedett vagy? Minden vágyamat kielégítetted. Más nem is kérek. Tudod, miért hozott ide engem a sors? Mert azt mondják, boszorkány vagy. Ismered azt a varázsigét, amitől a férfiak beléd szeretnek? Démonok laknak bennem. Jönnek, ha hívom őket. És ha elmennek, mi marad? Nem tudom. Derítsd ki te. Ki is akarom deríteni. Háború van, vagy béke? Királyom üzent neked. Ültesd vissza lányát a trónra, vagy Nabatea megtámadja Galileát. Minden lehetőt megtettünk. Többé nem látsz minket. Ho-ho! Csak hogy eltűntök. Háború. Mikor lesz vége? Ha Herodes megteszi, amit kérnek. És ha nem, mit teszel akkor? Várok. És meglátom, ki győz. Hívjátok hadvezéreimet! Fújjátok most tovább meg a kell hadsorágon. Mennem. Készüljetek a Nabateusok elleni háborúra. Visszajössz, ha szükségem lesz rád. A birodalom legtávolabbi csücskéből is. Királyom! Vitellius! Ez meg mi? Hozzátok a lovakat! Csinálj valamit!
Mi folyik itt, mi? Elhagy bennünket? Nem sikerült maradásra bírnod? Visszajön, ha hívom. Bárcsak, Mária. Én tettelek oda, ahol vagy. Nem emlékszel? Ha Vitellius nem jön vissza, neked akkor véged? Véged? Zsuzsanna, készülj az útra! Mária, csomagolj! Te is velünk jössz! Salome! Salome, gyere onnan! Gyere! Mondj valamit! És János? Mondj már valamit! Nem kell aggódnod miatta. Már nem okoz gondot nekünk sokáig. Élve többet használ neked. Mondj már valamit! Változtasd meg! És szabadon engedem, jó? Miért nem akarsz beszélni velem? Gyere! Nem! Miért? Mária! Miért vagytok még itt? Nekünk kell az ellátmányt intézni. A háború nem való gyereknek. Hol van Amos? Elment, mielőtt riadót folytak. Helyettesítetlek. De te is velük mész, igaz? Kénytelen vagyok. Most már nem engedlek egyedül. Mária, majdnem kész vagyunk az indulásra. Várhatsz rá egész nap, de nem hiszem, hogy eljön. Tudom. Megint érdemtelennek adtad a szívedet? Hm? Ő nem az, aminek hiszed. Mária! Mária, nézd! Ott van Jézus! Boldog ember! Aki nem indul a gonoszok tanácsa nyomán, aki nem jár a bűnösök útján, és nem vegyül a csúfotűzők közé, aki örömét leli Isten törvényében. Állj! Álljunk meg! És parancsairól elmérkedik. Elég! Hagyd abba! Nem bírom tovább! Nem így a gonoszok! Tégy valamit, megörülök tőle! Segítséget remél. Cinkosa az a Nazarénus a közelben van. Támad meg, míg velünk van a sereg. S hagyjunk lázadást magunk mögött. Tennünk kell valamit. Mária, menj. Hallgattasd el. De a gonoszok útja pusztulásba visz. Biztosan szomjas vagy. Mégsem annyira, mint te. Meddig tudod megtagadni önmagad? Mit tudsz te rólam? Bukott asszony. Elvárt. Elhagyott. Te tudod, mi a fájdalom? Mi köt Heródiáshoz, aki házasságtörő? Gazdagság? Hatalom? De te mit nyertél? Egy férfit. És talán a szerelmét. Ez az, amit akarsz. Mindent megtettem, hogy elérjem. De... ez még mindig nem elég neked. Mi az, amit igazán akarsz? Mi a leghőbb vágyad?
Mária. Hogy szeressek, és hogy szeressenek. De egy férfi szerelme oly könnyen elvész. Tudom. Van mélyebb szeretet, amely békét hoz. Az Isten szeretete. Hol van ez a szeretet? A fájdalomban? Háborúban? A világ nyomorában? Isten elrejtőzik előlünk. Ezért a vágyódásban találjuk meg. És a végén, bármi volt is a kérdés, ő az egyetlen válasz. Segíteni akartam neked. De nem tudok. Várj! Két koldus a tanítványaim. Elmennél velük Jézushoz? Egy üzenettel? Kérdezd meg tőle. Te vagy az eljövendő. Vagy mást várjunk? Azt hittem, tudod. Minden életnek megvan a célja. Az enyém, hogy utat készítsek neki. Akkor is, ha mindent oda kell adnod, érte? Akarja, hogy üzenetet vigyek a Názáretinek. Milyen üzenetet? Mit számít az? Bízik Máriában. Ő pedig elhozza a választ, amire kíváncsi. És most küldj Vitelliusért. Kérlek, Mária, vigyél magaddal. Veled kell mennem. Nem maradhatok itt, ha te vele vagy. Ide hallgass, Mária. Én nem megyek vissza veled. Muszáj. A szökött rabszolgák sorsa halál. Annak nincs helye ott, ahol ő van. Most. Mondd Jánosnak, vakuk látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak feltámadnak. Ezt mondd el neki. Mit mentetek ki látni a pusztában? Nincs más üzenet. Prófétát látni. Igen, mondom nektek, prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről az írás szól. Nézd, elküldöm követemet előtted, hogy előkészítse utadat. Bizony mondom nektek, asszonyok szülöttei közt nem született nagyobb Keresztelő Jánosnál. És még azt mondta, a mennyek országában a legkisebb, nagyobb nálad. Megkaptam a választ. Igen, ő az. És most? El kell buknom, hogy ő fölemelkedjék. Tarts bűnbánatot, Mária. Bocsáss meg.
késő lesz. Na? Nehéz megérteni ezeket az embereket. De egy dolgot egészen biztosan tudok. Nem lehet őket megvenni. Meg kell ölnöd Antipas. Mindkettőt. Veszélyesek. Alássák a tekintélyünket. A katonák lázadni fognak. Mire vársz még? A katonák azt gondolják, hiszel nekik. Elég! Adj parancsot! Azonnal! A nabateusok! Meddig kell még harcolnunk ellenük? Amíg kifogy minden készletünk? És a szövetségesek? Hm? Hol vannak? Hol van Vitellius? Elég! Király vagyok! Én döntök. Nem halhat meg. János nem halhat meg. Nem maradhattok itt tovább, túl veszélyes. Visszaküldlek Magdalába, ha életben maradok. Rómaiak! Jönnek a rómaiak! Meg kell ölnöd. Öld meg! Nézd! A nabateusok gyávák! Elfutnak! Elfutnak! Vitellius, boldog vagyok, hogy látlak. Az istenek jutalmazzák meg tettedet. Bocsánatot kérek a késésért, de árulót találtam a seregben. Az üzeneted nem jutott Rómába. Vagyis Tiberius mit sem tud a pártusokkal kötött békéről? Nem. De Róma megbünteti az engedetlenséget. Itt a bizonyíték. Akkor ünnepeljünk! Gyorsan, lakomát a vendégünknek! Mit tettem? Készítsetek lakomát a vendégünknek! Szilvánus! Gyorsan, ne várakoztassuk! Nem örülsz, hogy visszajöttem hozzád? De... csak Szilvánus. Szilvánus, Szilvánus! Mit törött Szilvánusszal? Ő meghalt! Ismertem őt! Na és? Mária, ki vagy te? Nem tudok róla semmit. Ki vagyok? Egy nő, aki bosszút akart és elveszítette önmagát. De te megtaláltál. Vége van, Mária. Vége van.
szeretlek. Róma dicsőségére és hatalmára! A szövetségeseinkre! A szövetségeseinkre! Azt majd meglátjuk. El akarod hagyni Heródes Antipást? Mit gondolsz, kihez jöttem? Ehhez a pojácához. És a háború? A nabateusok? Mondd, hogy maradjak és harcolunk. Mondd, hogy menjünk és elhagyjuk őket. Tőlem függ Galilea sorsa? Az enyém. Mulassatok! Zenét! Táncot! Ebben a lyukban. Salome. Salome. Legkedvesebb kislányom. Táncolnál nekünk, kérlek. Nem. Persze. Hát persze, Salome boldogan táncol neked. Táncolj! Hát igen, igen, táncolj neked! Táncolj nekünk, Salome! Nyerd meg nekem a királyt. És én megszerzem férjnek, akit kívánsz. Ne kéresd magad! Táncolj! Rajta, Salome! Látni akarjuk! Gyere! Csak rá beszélték, hogy táncoljon. Táncolj, menj! Kérhetsz bármit, akár a fele királyságomat. Kér tőle Keresztelő János fejét. Add nekem Keresztelő János fejét. Salome! Hallgass, szolga! Azt akarom, hogy add nekem azon a tálon Keresztelő János fejét. Ne! Megszeged az ígéretedet? Hm? Megsérted a vendégedet? Adj végre parancsot. Igen vagy nem? Mutasd meg, hogy király vagy! Igen. Király vagyok. Tegyétek, amit mondott. Nem! Nem! Megbocsátás. Mária, ne gyűlölj. Ne állj bosszút.
Itt vagyok. Táncoltam. Táncoltam Heródesnek, ahogy anyám akarta. Igen, Szalóme. Ő férjet ígért nekem. Hagyd békén. Hagyd békén. Nem hallottad, hogy mit mondtam? Mária, azt mondtam, hagyd békén. Ennyi idő alatt semmit se tanultál tőlem, Mária. Semmit? Ez nem igaz. Tanultam valamit. Tanultam kegyetlenséget. És gyűlöletet. De én nem vagyok olyan, mint te. Nem vagyok olyan szívtelen, mint te. Hogy merészeled? Engedd el! Engedd el, engedd el! Az egyetlen ok, amiért meghagyom az életet, hogy Vitellius elvisel téged. János meghalt, de a szavai tovább élnek. A katonák hamarosan Magdalába érnek, parancsnok. Helyes. Mit mondtál az előbb Magdaláról? Holnapra Magdala már nem létezik. Mi? Ahogy mondtam. Vége. Katonákat küldtem, hogy lerombolják. Nem! Nem! Mária, mi a baj? Nem! Ámos, az áruló nem bánthat többé. Én nem ezt akartam! Kérlek, vigyél oda, mielőtt késő lesz. Kérlek. Menjünk. Katonák! A császár hallani fog erről. Menj! Menj! Meglátod! Semmi vagy, Mária, semmi! Egész római légiókágyát fogod melengedni hátralévő életedben! Gratulálok, parancsnok! Megkaptad, amit érdemelsz! Egy ringyót! Egy ringyót! Elhagysz bennünket, de király vagyok. Oh, hell,
Gyere vissza! Gyere vissza! Nem tudtam megmenteni. Fordíts hát a Galileának. Másutt is van élet. Nekem nincs. Mennyi fájdalmat okoztam. Megtörtént. Fogadd el. Hogyan? Bár csak más lehetnék, hogy ne legyek itt. Hogy ne legyek én magam. Senki sem segíthet. Ki tudna megbocsátani nekem? Hogyan? Hogyan bocsásson meg ő? Megöltem a fiát. Légy erős, Mária. Mindent a halál végez be. Nem. Rómának szüksége van rám. Gyere velem! Soha többé nem bánthat senki. Tudom, hogy boldoggá teszlek. Egy férfi szerelme a te szerelmed. Erre vágytam mindig. Vagy Isten nem szeretsz. De szeretlek. Már nem tudom, mit akarok. Nem segíthetek? Ha? Gyere velem! Most kérlek utoljára. Mária. Remélem, megtalálod, amit keresel. Nézd, itt van Jézus. Kérlek, Mária, gyere velünk. Én rá se nézhetek. Nem kell félned tőle, Mária. Ő a válasz. Mária, Mária. Ne érj hozzám, bűnös vagyok. Hívtál engem. Gyere. Johanna. Hagyd őt most. Gyere. Sámuel, most kelj föl. Vár az édesanyád. Mária?
Látod, a szeretet erősebb a halálnál és minden bűnnél. Üdvözöllek. Isten hozott. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Már vártunk rád. Én köszönöm, hogy meghívtál, Sima. Jöjj és ünnepelj velünk meg. Nem mehetek. Nem vagyok rá méltó. Ez nem igaz. Jézus mindenkit elfogad. Engedd a szívedbe. Jöjj, mester. Rabbi, csodálkozunk, hogyan lehetsz próféta, és ugyanakkor nem tudod, miféle asszony ez. Tudom, hogy miféle asszony ő. Bűnös nő. Simon, mondanék neked valamit. Látod ezt az asszonyt? Betértem házadba, s nem adtál vizet a lábamra. Ő a könnyeivel áztatta lábamat, és a hajával törölte meg. Csókot sem adtál nekem, ő meg egyfolytában csókolgatja a lábamat, amióta csak bejött. Aztán a fejemet sem kented meg olajjal, ő meg a lábamat keni illatos olajával. Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyer, mert nagyon szeretett. Bocsánatot nyernek bűneid. A hited megmentett. Menj békével. Nem hagylak el többé. Soha. Követlek téged.
Bárhová mérsz. Így is történt. Követtem a kereszték. Aztán találkoztam vele. Élt, feltámadt, és végre megértettem. A szeretete erősebb volt a halálnál. Ezt tanította, és én hiszek neki. Mária, hová ment Jézus? Nem ment el. A szeretetében élünk. Tovább él a szeretetben, amit egymásnak adunk. Magyar hangok. Német Borbála, Frajt Edit, Lakló Taladár, Kárpáti Tibor, Kautsky Armand, Háda János, Holnándor, Jakab Csaba, Orosz Anna, Mezei Kitti, Árkosi Kati, Sótonyi Gábor, Várdai Zoltán, Cető Ádám. Magyar szöveg Károly Eszter, hangmérnök Hajzler László, vágó Baja Gábor, gyártásvezető Masol Ildikó, szinkronrendező Mauchner József. A szinkront a TV2 megbízásából a Masterfilm Digital készítette.